Bezzeg, ez betölti. Üdv, sziasztok, kedves nézők, itt Karvaj. Tegnap ugye feltöltöttem egy replayt, amiben így beszéltem dolgokról, most ezt feltöltök még egyet, és beszélek még egy két dologról. Először is azt, hogy ma még nem tudom elkészíteni a következő volt végigjátszásos videót, amiatt, hogy egy nagyon unalmas ballagáson kell sajnos részt vennem, szóval erről akartam csak így megemlíteni, és azért legyen akkor helyette valami más, itt egy replay. És ezt a replayt akartam eredetileg bemutatni, hanem egy Object 907 10.000 sebzéses csatát, mert az amúgy is egy ritka tank, meg 10.000 sebzés, még tier 10-ben is elég rengeteg, de nem akarja elindítani a bot, szóval így kétszer próbáltam, mindkétszer összekösset, így bezártam mindenféle hiba üzenet, vagy bármi nélkül, szóval majd a beküldővel beszélek erről, hát meg tudjuk oldani, addig is Valentine 2 Replay Camper 03-tól tier 4-es csatában, ugye ez a tank nem is látott mást, ez a kis Premium Valentine, hát nem egy tier 10-es csata izgalma, de talán itt is lesznek látványos dolgok. Szóval a lényeg az, hogy dolgozni fogok a volt végigjátszás videón, amint visszajöttem erről a nyomvajás ballagásról, illetve ugye, ahogyha figyeljétek azt a sorozatot, akkor láthatjátok, hogy vannak benne mindenféle össze-vissza előzetesek, intrók, kezdésből, a Valentine 2-nek az átütése az, ami szánalmas. Amúgy nem egy rossz tank, páncélzat tekintetében, meg ugye korlátolt a matchmaking is, szóval tier 4 az, amit csak láthat ez a szegény ember PZB2-je. Csak átütése az nagyon alacsony, ezért kell a jó sok AP-t, amiből hozott is Kemper 31 darabot. Először egyébként van benne rendesen, de ki is lehet belőle fogyni, mert viszonylag gyorsan tölt. Egy Godjik is 45 millis ágyó van rajta. És igen, ezt már alig lehet beütni, B1-et sosem fogja beütni, csak APC-rel tölti is, azzal sikerül is. Szóval vannak az előzetesek, eddig amiket használtam így különböző videójátékokból, ami tankos, vagy tankozáshoz közel van, vagy Japánhoz közel van, a Civilization 5-ből volt két videóban, meg Red Alert 3-ból volt két videóban, és most picit ötlettelen vagyok, majd megnézek esetleg Kata ötletére Battlefield trailereket, hát ha azok között van valami olyasmi. De amit szeretnék azzal így mondani, hogyha volna esetleg ötletetek, akkor kérlek, hogy írjátok meg, milyen videójátékból lehetne intrókat kilopni, vagy bármi cinematikot gyakorlatilag ezeknek a videóknak az elejére a jövőben. Zenék az meg megvannak oldva, egy belső vicc folyamán az lett, hogy kínai rajzszín zenéket teszek az elejére, szóval az megvan, megvan oldva. Szóval egyébként a pálya az, nem tudom ennek a nevét, Fjords, hát persze. És itt ellövöldözgetünk középen, én is szerintem ugyanide jöttem volna velem. Tehát, talán a nehéz tank van arra, mert ez a tank papíron könnyű tank, de inkább olyan, mint egy nehéz tank. Hát csak azért könnyű tank, mert alig van tömege, de egyébként 60 milli a frontja és az oldala is. Igaz, nem túl jól döntött a frontján, inkább ott a legkönnyebb beütni, de azért megköszi. Na innen, ilyen távolságban sikerül beütni az MS Stuartot, neki esélye sincs, eddig sérülést nem szenvedtünk, egyetlen egyet sem. Ugye viszont a B1 az flankál minket, és az képes beütni. Az MS Stuart kolatva próbál menekülni, mint összenek, látjátok, nagyon kicsi a sebzésünk is, szóval jó sok lövés kell egy tank, hogy megdögöljön. Ilyen szögből a B1 már nem tud beütni, visszatöltött a Kemper az APC-ért, jól használja a Valentine-t, látszik, hogy van vele gyakorlata. Én is megvettem most februárban, amikor le volt árazva magamnak és Katának, és játszottunk vele is egy meccset, azt majd be akarom mutatni, mert elég munkás volt, de többet még nem játszottunk, majd terben van, de ugye tier 4 az nem az a szint igazán, ahol nagyon-nagyon nagy tudást igényeljen a játék, általában kacsalövölde szinte. Panzer 38 ennél, annak a frontja okozhat néha problémát, de mivel nem dönt, így nem nagyon tette. És tényleg nagyon sok lövés kell ezzel az ágyúval ezekben a kis tanulba is, szóval itt még nem is annyira probléma az, hogy kevés HP van a járműveknek. Bár tier 4, tier 3-hoz képest jó nagyot ugrik, ahogy tier 7, tier 6-hoz képest is például. Eddig megvan a 4 kill, 10 hit az állás, tehát még jól is állunk. Az ellenség, akiket ismerünk közülük, be vannak ide szorítva ide a házak közé, és nem is nagyon van olyan tank, itt olyan gondolom. Hát a Valentine 2 az lehet esetleg. És annak is van 4 kill, szóval Rudolf az, akivel problémája lehet Kempernek, ő lesz ebben a harcban az igazi boss fight. Egyre megvan ez a kis T28 passzív spottolva, a Valentine 2 is jön Rudolf, aki kicsit jobban áll életerővel.
gyaníthatjuk, hogy ő is APC-t töltött, igen, be is ütött minket. Dönteni kéne a páncélját Kempernek, hogy... És így most eléggé döntve vannak mindketten, hogy ne legyenek képesek átütni egymást, vagy hát... Rudolfnak valahogy jobban összejön, de ugye kicsi a sebzés, szóval még ennyi életerővel is ki kéne bírnunk akár két vagy három lövést is tőle. A torony az, amit át lehet ilyenkor ütni, az van a legkevésbé döntve, és csak olyan kis kerek nyomaja. Van még 16 APC-nk, reméljük, hogy ő fogy ki hamarabb az APC-re, mint ő. Annó egyszer láttam egy replayt, amiben két Valentine 2, vagy egy Valentine, meg egy IMX 40 volt, nem is tudom. Ellőtték az összes lőszerüket egymást, mert nem voltak képesek átütni a másikat. Aztán foglalásból nyert egyik megdöntéssel. Rudolf nem kezeli valami jól a vereséget. A Cruisernek. Mondanám, hogy esélye sincs, de elég gyorsan vissza tudott adni. Ezután viszont Kemper elkapta. Lehet nem egy fürge jószág ez a Valentine 2, viszont gyorsabb, mint a normál brit Valentine, nem tudom, hogy a tömege kisebb vagy jobb benne a motor. Ez ugye a szovjet ágomban a kölcsönszerződéssel, vagy mi a fene annak a neve Lend-Lease járműként. Szóval egy 4-es kis szovjet könnyű tank. Vörök rengszem belül. Panzer 2B pedig komolyan a FK. Ha nekem lenne egy olyan tankom, miket tudnék vele tarolni. Legalábbis elméletben lehet, hogy csúfos vereséget szenvednék vele mindig, de nagyon szimpatikus nekem az a tank is, csak baromi drága mindig kb. Volt nemrég olyan nem annyira drágán, de végül nem vettem meg. Nem veszek mostanában motoros dolgokat az a részt. Szóval még 114 HP-nk, a Panzer B2 feltételezem, hogy AFK, tekintve, hogy a bázison parkol, megvan a Top Gun, és ez volt egy kis Valentine. Hoppá, mozog a tank. És mégis mozog a tank. Szóval ez is csak egy ilyen gyors kis replay volt, az Object 907 csatát próbálom majd megoldani a beküldő segítségével, talán hát ha maradék APC-ről még ki lehet csinálni a B2-est. Ő viszont belőtte az ágyunkat, és így nem lett meg a 7. killbasszba kinyírta, de a Top Gun megvan, valószínűleg egy tankász, és ez a kis nyomajával, és a Valentine 2 tényleg erről szól, mint egy valamivel butuskább Matilda, ugye annak az ágyúja az, ami nagyon komoly és figmálja a páncélja is. Ez egy picit fürgébb, mint egy Matilda, meg kisebb, meg könnyű tankként mozgás közben nem veszít kamuflást, nem mint azt ilyen négyben olyan sokat számítana, mert ezzel úgy is közelharcolni kell általában. De van neki DPM-je rendesen, és jó sok APC-t kell hozzá tölteni, de egyébként nem egy rossz jelmű, szerintem mókás. Szóval akkor legközelebb remélhetőleg már volt végigjátszást töltök fel, vagy az Object 907 replay-t. Karoljoltam, sziasztok!